A magyar futballtörténelemben még sohasem találkozott egymással a Kaposvár és a Kisvárda tétmérkőzésen, a mai napon viszont erre is sor kerül. A Kaposvár az utolsó helyről várja a bajnoki folytatást, egyébként a kezdőcsapatban egyetlen egy változás van, a Paks elleni 11-hez képest ezúttal Nagy Krisztián lesz ott a középpályán, és nem pedig Belicki. A Kisvárda csapatánál edzőváltás történt, Mirjuca László távozott, érkezett viszont Dajka László, aki visszatért ugye a csapathoz, amit azért elsődlegesen Kocsis János fog irányítani, aki eddig az asszisztens edzői pozícióban szerepelt. Két változása a Zete elleni kezdőhöz képest, ezúttal Gosztonyi és Kovács Réti nincs ott a csapatban, őket Tischler és Hugo Seko helyettesíti. Csiki. Befut a helyére Fodor, Csiki elindulna középen, nem kap szabad rúgást. Rozev. Hallani lehetett a Ferencváros érdeklődéséről is. Grozáv, jó lövés Pogacsics üti oldalra. 6 góljával Grozáv a Kisvárda legeredményesebb játékosa. Nagy Rihárd. Ez is megcsúszik, Felipe! Nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy a Kaposvár megszerezze a vezetést, és ugye hát ez öngól lett volna, hogyha bemegy. Lukasz. Egyből lő Lukasz, óriási gól, azt a mindenét. Hát Lukasz úgy tűnik, hogy kis gólt nem nagyon tud lőni, nagyot annál inkább. Zseniális találat ez tőle. Picit talán a semmiből szerez vezetést a Kisvárda egy ritkán látható óriási bombagollal. Lukasz mellel maga elé tette és egyből bevágta, mintha zsinóron húzták volna a labdát. Tényleg gyönyörű. Ezt sokat lehet még nézegetni. Lukasz. Az is jó. Melnyik. Hugo Seko teljesen üresen. Melnyik inkább középre adja a labdát. Fú, de nagy helyzet maradt ki. Bumba vágta fölé a labdát. Bumbáról nagyon lemaradtak. De nem talált el a kaput. Belicki. Most kéne kidobni a Csikinek. Csiki meg is kapja a labdát. Megvan a cselis, Csiki ellövi kapu mellé. Ez most nagy helyzet volt. Végre egy komoly akció a Kaposvártól, eddig csak pontrúgást követően tudtak veszélyeztetni a hazaiak. Itt Belicki szerezte meg a labdát, Csiki pedig, hát elsőre nem is lőtt, de másodszorra azért csak megcsinálta a lehetőséget. Cserél a Kisvárda is. Hugo Seko helyén 21-essel Gosztonyi András folytatja. Belicki. Szakály. Ott a lövőhelyzet, Szakály kapu mellé. Hát lehet, hogy Szakály lábában maradt a Kaposvár egyenlítő találata. Nem múlott olyan sokon. Les nincsen, és 11-es, az sincs. Jön Wachler nagy bedobása. Megint egy esés középen, de hát ez biztos, hogy nem volt büntető. Az előzőt az nehéz megítélni, itt pedig szasszalódulhat meg, az egy nagyon buta szabálytalanság lenne. Grozáv előnyszabály. Grozáv befejezheti, Gosztonyi 2-0. A Kisvárda eldönti a mérkőzést, és Solymosi még egy sárga lapot is kioszt. Itt Sassa meglódul, Wachtler visszarántja két kézzel, ez piros lap lenne, de Solymosi nagyon okosan előnyszabályt alkalmazott. Grozáv pedig lepasszolja, van szíve odaadni ezt a gólt Gosztonyinak, akinek csak be kell gurítania, eldől ezzel a találkozó.